És ahogy látom, még védő fólia is került rá, hogy valaki levegye róla, vagy valami, vagy csak fázik a lába, nem tudom. Sziasztok srácok, én Dávid vagyok, és ma Minerva meggalagonyt fogom kibontani nektek. Megvan, itt van az alján, ennyire gyorsan ki lehet szabadítani. A Mattel-től kaptam a játékokat, amit ezúton is nagyon szépen köszönök nekik, és azért tartogattam a tanárokat a végére, mert nekik extrém a ruhájuk az egyszerű felépítéshez képest. Hoppá, micsoda csizi van itt Minervan. Az igen, és ahogy látom, még védő fólia is került rá, hogy valaki levegye róla, vagy valami, vagy csak fázik a lába, nem tudom. Ezt leszedjük. És az az igazság, hogyha kibontottam a többi karaktert, ők nagyjából hasonlóan néztek ki. A tanárok nekem izgalmasabbnak tűnnek, egyszerűen a szettjük miatt. És úgy tűnik, hogy ez így is lesz. Na, ja, itt még hozzá van rakva. Így. Hát meggalagolj, professzor. Kezében a varázspálcával. Fú, hát ez aztán jelmez, az biztos. Konyban van a haja, ősz, szerintem egy pár ránc elfért volna még egyébként az arcán, mert egy kicsit idősebb karakterű a filmekben. Mozog minden végt. Miért lett például a keze is így lefóliázva? Én ezt nem is értem. Aztán van rajta csizma, ilyen igazi boszorkányos, magas sarkú, smaragd zöld, és egész jó pofa szövet a ruhája, és van hozzá egy kalap, amit szerintem fel lehet rakni a fejére. Egyébként a konyh tartja, nagyon vicces, mert a fejéig el sem jut, így éppen, hogy csak így megáll rajta. Hát ő ennyivel is izgalmasabb volt az ő felépítése, mint a többi karakternek, úgyhogy ő volt Minerva meggalagony a Harry Potter sorozatból. Én Dávid voltam, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Megtaláltuk engem a VideoKid magyar videó szolgáltató rendszerében, fönt vagyok Instagramon és Facebookon. Kövessetek, lájkoljatok, de iratkozzatok fel erre a csatornára is, ha nem tettétek volna még meg. Sőt, ha tetszett a videó, mindenképpen lájkoljátok, mert akkor így másokhoz is el lehet jutatni. És írjátok meg kommentben, hogy ki a kedvenc karakteretek. Sziasztok! És a bodza pálca ott van a kezében. Tehát, ha valaki a bodzapálcát szeretné, például mondjuk átrakni Harry kezébe, akkor ahhoz Dumbledore-t is meg kell venni, mint karakter.